Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Sánta László, a Magor Motorosok vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm, hogy meghívtak. Abból az alkalomból hívtuk Ön meg ma ide egy stúdió beszélgetés, hogy hamarosan felbőgnek a motorok ismét városunkban, motoros találkozót szerveznek, mikor lesz ez a rendezvény, ez és jövő hol? Jövő hét hétvégén az Akászliget strandfürdőben, gyakorlatilag ez szeptember 14-15-16-át jelenti, egy hosszú hétvégét. Hanyadik alkalommal kerül megrendezésre ez a rendezvény, fesztivál? Minek lehet ezt gyakorlatilag minősíteni? Motoros találkozót fesztiválnak szoktuk besorolni, 11. alkalommal lesz idén. Tavaly jubiláltak, így ezek van, szerint. Tavaly volt a 10. Hogyan emlékszik a kezdetekre? Honnan jött ez az ötlet, hogy egy ilyen rendezvény megszervezzenek? Ez igazából még olyan 97-re néz vissza, amikor Karcagon, még akkor Lovas Sanyi kezdte el szervezni a Pannónia Weekendet, és a 5. Pannónia Weekend után ő úgy döntött, hogy befejezi ezt a rendezvénysorozatot, és akkor kerültem képbe én, és akkor hát nem annak a folytatása volt végül is, mert első motoros találkozónak számoztuk, de az ő nyomdokaiba lépve innen indult el ez a motoros találkozó. A kérdésére, hogy hogyan indult, honnan indult, legelőször első évben 130 ember látogatta meg a találkozót. A tavalyi év ez a vendégekkel együtt már közelítette az 1000-et, tehát szépen felfejlődött. 10 év alatt mondhatom azt, hogy hosszú utat tettünk meg. Miért pont a strandot választották a rendezvény helyszínéül? Volt ennek valami indoka, vagy adott volt gyakorlatilag? Első időszakban kint a Zuglógerben, a Lógerpálya, a B-pálya melletti területen volt a rendezvény megtartva, de ahogy az évek teltek, és a zenekarok is egyre komolyabbak lettek, a szociális igények is nőttek, és már nem volt megfelelő a szabad téren a toj-toj WC-k, meg a focikapuba való zuhanyzás, és igazából kézenfekvő volt az, hogy a strandon tökéletesek a körülmények, sikerült a strandvezetéssel megegyezni, hogy beengedtek minket, és azóta tökéletes helyszínünk van. Most ugye, hogy felújítás van a városi strandfürdőbe, vagy hát ugye majd Akácsliget fürdő lesz ennek a neve, most hogyan tudják megoldani, kivitelezni ezt a rendezvényt? Igazából számunkra ez nem okoz problémát, már tavaly is a felújítás folyamatban volt, amikor a 10. találkozót csináltuk, mivel igazából mi a kemping területén vagyunk, mind a színpaddal, mind a sátrakkal elszállásolva, és a működő medencéket pedig attól ugyanúgy tudjuk használni, mint a városi lakosok. Olvastam az interneten egy picit erről a baráti társaságról, ugye nem tudom, hogy ez azt akarja, hogy a szervezőket, vagy gyakorlatilag ugye ez egy kisebb vagy nagyobb társaság, nem tudom, hogy mikor találtak egymásra, hogyan ismerkedtek, meg mit lehet erről tudnunk. Ez is 15 évre tekint vissza, nagyon régóta elkezdtünk együtt barátkozni, motorozni, hát nyilván ez a motor körüli érdeklődés köt minket össze. Hányan vannak? Most, aki a tagságban, 8 ember van benne, illetve van, aki felvételre vár. Hogyan lehet felvételizni? Mi az, hogy hát, felvételi? Milyen kritériumai vannak annak, hogy valaki bekerüljön ebbe a társaságba? Hát az első szempont az, hogy legyen motorja. Így van. Így konkrétan nincs meghatározva se köpcenti, se típus, se semmi, csak az, hogy egy 100-110-es tempót tartósan bírjon. Tehát ne az legyen, hogy megarcak határába lerobbanunk, hogyha megyünk együtt valahová. Miért van ennek jelentősége? Tehát ez azt jelenti, hogy mennek, így szoktak van, együtt tehát szoktunk, menni? Szoktunk együtt más rendezvényeket meglátogatni, illetve van olyan, hogy húsvétkor el szoktunk menni, meg van egy pár időpont, amikor tervezünk egy kirándulást, és akkor mikor mi az úti cél, oda együtt elmegyünk. Tehát lényeges az, hogy ne az legyen, hogy egy... Hát egy 40-nel egy suhanóval. Egy rosszál, vagy 30-al. Így van. Tehát ez az első szempont, hogy legyen motor. Második pedig az, hogy igazából így konkrétan nincsenek ilyen feladatok, hogy 2 métert át kell ugrani helyből, meg ilyesmi, hanem az, hogy kialakuljon közöttünk egy barátság. Tehát először valaki hozzánk csapódik, és amikor
tehát ezt így nem lehet elmondani, vagy szavakból önteni, hanem érződik az, mikor valaki a társaságba úgy bele fog tartozni, vagy nem fog bele tartozni. Olvastam még azt is önökről, hogy van egy székházuk, föntartanak egy székházat, ahol szoktak találkozni, megbeszélnek bizonyos dolgokat, egy picit a kulisszák mögé hadd lássuk már, hogy hol van ez a székház, mi történik itt, nem tudom, hogy lehet, hogy most a riportunk nyomán nagyon sokan majd tagfelvételt szeretnének kérni ebbe ez a klubba. Ez a székház, ez kint van Magyarkán, nyilván a karcagiak ismerik, hogy az Karcagnak egy külterületi része. Tehát oda már motorral lehet csak kimenni gyakorlatilag. Hát busszal is ki lehet, de hát nyilván, tehát ott van egy durván 1000 négyzetméteres területünk, azon van egy két szobás ház, ott szépen el tudunk lenni, amikor megbeszélést tartunk, vagy hasonlóan csak össze akarunk ülni, bulizni, akkor nyugodtan tudunk szalonnát sütni, a szomszédokat nem zavarja, hogyha bömböl a magunkról, mert ugye nagyon, nagyon szomszéd sincsen, így van. És a másik az, hogyha amikor valaki, ugye barátaink vannak határon innen is, és túl is, hogyha meglátogatnak minket, akkor nagyon egyszerű az elszállásolás, mert ha sokan jönnek sátrazni is lehet az udvaron, ha nem olyan sokan jönnek, akkor ott a házba szépen el tudnak szállni. A megbeszélések azok úgy folynak, hogy végül is a klubnak vagy egyesületnek a működésével kapcsolatos dolgokról. Tehát ugyanúgy, mint máshol, mint egy gyárban, hogy van termelési értekezlet, mi is megbeszélünk ilyen dolgokat, ami... Tehát akkor, ha jól értelmezem, akkor azt mondta, hogy határainkon túlról is, tehát akkor ez egy ilyen összetartó közösség gyakorlatilag, tehát szoktak egymásnál vendégeskedni. Így van. Tehát gyakorlatilag az, hogy van egy ilyen, hát most mondhatnám azt, hogy íratlan szabály, de nem feltétlen szabály, hanem még azért itt ezt a motoros közösséget nem fertőzte meg teljesen az egyéni érdek, hogyha valaki az út mellett áll, megállunk, megkérdezzük, hogy tudunk-e segíteni, ilyesmi. És ugye azzal, hogy ahogy mi hozzánk, a mi találkozónk rájönnek mások, mi is elmegyünk másoknak a rendezvényeire, és ezzel akarva, akaratlanul, de barátságok szövődnek, mert ahogy leverjük a sátrunkat, ott már valaki sátrazik, a sörsátorba, ha beülünk, valaki már ott ül az asztalnál, elkezdünk beszélgetni, és akkor nyilván, amikor a világnézet, vagy bármilyen témában, ha egyezik a véleményünk, akkor előbb-utóbb ebből valamilyen kapcsolat fog kialakulni, így van. És már ilyen szinten Szlovákiában is, és Romániában is vannak barátaink. Akkor szelíd motorosok? Ezt így lehet mondani? Mert ugye, tehát azért azt, tehát nem titok ugye, hogy a motorosokkal kapcsolatban, vagy a motorosokkal szemben általában az embereknek van előítélete. Tehát itt mondjuk Karcagon is, hogy jaj, már megint itt a református templom előtt húzatják a motort, bőgetik a motort, nem hagyják az embereket aludni este 11 órakor, éjfélkor még itt rajcsíroznak, hogy így viselkednek, vagy ez... Tehát itt most akkor... Tehát ez már másról szól, itt ez most a történet. Válasszuk külön, vannak motorosok, meg vannak motortulajdonosok. Tehát akinek van motorja, az még attól nem motoros. Tehát nem akarok senkit leszólni, Isten őriz, nem az én tisztem ezt eldönteni, de akik kiállnak a templom elé, meg brúgatják a motorjukat, azok nem mi vagyunk. Tehát mi itt a városban nem is nagyon szoktunk motorozni. Van, aki megszól érte, hogy lehet az, hogy mi ide bennem motorozunk. Minek? Tehát most az, hogyha itt a városba el akarok jutni A-ból B-be, azért nem kell egy több száz vagy akár 1000 köbcenti fölötti motort használni. Aki viszont csak azért van, hogy szombat este brúgatja a motorját, az nekünk nem is kell. Tehát most ezt így csúnya kimondani. Értem, de nem arról szól, hogy nem arról szól, magamutogatás legyen. Így van, meg, hanem ez arról szól, hogy ha szeretünk motorozni, akkor olyan túrákat megcsinálunk motorral, amire van, aki azt mondja, hogy ó, még autóval se biztos, hogy bevállalja, mert légkondi, meg stb. De... Milyen túrák szoktak ezek lenni? Hány kilométerről beszélünk? Hát, ami ilyen átlagos, az a 400-500 kilométerek megvannak, de volt már, hogy egy fenékkel lementünk Csíksomjóra. Az igen. Tehát az úgy erőltetett volt, de ilyen is van. De ezek a 3-4-500 kilométerek, ez hát nem azt mondom, hogy minden hétvégés történet, de gyakori. Olvastam arról is, hogy van egy ilyen közös felvarrójuk, ez, ami így látható van. Önön ez, igen, ez mit jelképez, illetve mit ábrázol? Ez a végülis a csapatnak a logója,
hogyha akárhol megjelenünk, ez már mint úgy értem az akárholt, hogy másik rendezvényen, vagy így van, akkor ez mindannyiunknak a mellényére föl van varva, mindannyiunknak van ilyen pólója, amin ez a logó rajta van, illetve a motorokra is ki van matricázva, hogyha bárhol megjelenünk, akkor azt tudják, hogy ezek a karcagiak, vagy akik a karcagiakhoz tartoznak. A logó összetétele az kicsit talán bonyolult, talán nem nyilván mindenki felismeri az összetételt, az Ádor híd van legfelül, ez azért, mert a maga az karcagi, de amikor ezt a logót kitaláltuk, akkor több jászsági srác volt a csapatba, még mindig van belőle egy, tehát még mindig aktuális a dolog, ezért van benne a jászkürt, tehát a lehelkürtje, illetve a harmadik ábra, az pedig a Tiszafürednek a szigonya, mert tiszafürediek is vannak a csapatban. Tehát akkor ilyen kis térség igazából, hát, nem ilyen. Így van, de igen. De ettől függetlenül van egy egyeki srác is a csapatban. Az ugye Tatabánya mellett talán az egyeki filmgyárról lehet, hogy el tudjuk helyezni, hogy hol van. Illetve van Békés Csaba is lesz, tehát nem feltétlen ez van, hogy területi elosztás van, hanem az van, hogy aki velünk szimpatizál, meg a barátunk, az jöhet. Sport ez vagy hobbi, vagy életforma, minek lehetne, vagy önök minek kategorizálják ezt? Talán minden egy kicsit. Tehát sportnak is felfogható, mert a túramotorozás is egy sportnak számít. Hobbi is, mert nem csak túrázunk és egy szerviz háttér van, hanem tehát foglalkozni is kell a motorokkal. Meg végül is azt mondom, hogy mivel már csak a rendezvényt 10-11 éve csináljuk, meg előtte már évek óta motorozunk, talán ez beépül az embernek az életébe is. Nem veszélyes történet ez, játék ez? Szülők, annak idején tényleg a szülők mit szóltak hozzá, mikor így fölvetette otthon, hogy hát én szeretnék motorozni, vagy... Nálom, vagy ez már felnőtt korban volt? Nem, általában serdülő 15-6 éves koromban. Mely lehet adnék egy nyakost a gyerekemnek, hogy na hát akkor ezt elfelejted. Hát van, akinek ugye hamarabb, van, akinek ez 10 éves, 11 éves korában kialakul, hogy elkezd segédmotorozni, nekem aránylag soká, mert 15-6 éves koromban kerekedett, de nem volt idegen ez a családtól, mert apukám és a bátyám is, tehát végül hát kidaposták az utat így előre. Van, tehát motoroztak. Nyilván akkor még a szüleim idejében még Pannonia volt megjárva, de hát akkor is az volt. Milyen tanácsot adott az édesapja, amikor elkezdett motorozni? Mi volt a legelső? Nem tudom megmondani. Óvatosan. Nem, te rég volt. Mennyi az idő, amit mondjuk... eltölt a motorjával egy héten. Tehát hány óra? Mert ugye, tehát van, aki mondjuk lovagol, akkor ugye ott csutakolják a lovat, tisztítják. Tehát egy motorral hogyan kell foglalkozni? Ez teljesen más. Tehát ugyanolyan a motor, mint egy autó végül is. Mert ugye a motor, vagy a ló az egy élő lény, tehát hogyha ezt a példát hozta föl. Hát ez csak arra, hogy ugye takarítani persze, kell, fésülgetni. Azzal minden nap kell foglalkozni. Őszintén szólva van olyan hét, hogy télen lesem megyek a garázsba, aztán igazából le van télésítve a motor, üzemanyag leengedve, akkumulátor kivéve. Tehát télen nem használja. Tehát télen nem, persze. Uh-huh. Van, aki használja, én személy szerint leszoktam téliesíteni, leteszem télre. Nyáron is változó, mert tehát így ezt nehéz kimondani, hogy most 5 órát, 10-et vagy 50-et. Van, amikor sokat, tehát amikor valahova hosszabb útra elmegyünk, akkor nyilván átnézek rajta mindent, de van olyan, hogy ha tudom, hogy rendben van, mert azért ennek folyamatosan szervizelve kell, hogy legyen, tudom, hogy rendben van, és akkor van, amikor csak rá kell ülni. Oké, téliesítő van nyáron. Mennyi az a leghosszabb idő, amit úgy átbír vészelni, hogy mondjuk nem hűr rá a motorra? Erre vagy ezt így még tudok, nem? Nem, ezen nem gondolkoztam. Tehát akkor nem annyira fanatikus gyakorlatilag. Nem, tehát nincs az, hogy most... Hogy minden nap sikálgatni, persze, egy kis nem, fényesíteni, nem. Ott egy kis pókháló rajta. Térjünk vissza a motoros találkozóra. Ugye tavaly jubiláltak, tavaly volt a 10. alkalom. Elmondta, hogy a legelsőn 130-an voltak, a tavalyin már közel 1000-en. Mit gondol, hogy minek köszönhető ez, hogy egyre népszerűbb, egyre látogatottabb?
hosszú évek munkája van benne. Próbálunk odafigyelni, hogy a vendégeknek az igényei ki legyenek elégítve, mind ahogy mondtam, zenekari szinten, mind a szociális körülmények szintjén, illetve egy pár éve mióta strandra átjöttünk. Próbáltunk kulturális programokat is belevinni a találkozónak a program sorába. Ez abban tükröződik meg, hogy hol a szélmalmot szoktuk megnézni szervezetten, hol a Zádorhidat, hol Magyarkát, Kövesdarálóba voltunk, nem múzeumban, tehát gyakorlatilag próbáljuk azt a korosztályt is figyelembe venni, aki ugye nem csak fiatalok járnak a találkozón, hanem 40-50-60 éves korú emberek is, és nem biztos, hogy őket az érdekli, hogy este az utolsó koncerten még nem teljesen szomjas állapotukba ugráljanak a színpad előtt, hanem ők, akik koránkelőek, nekik szoktuk ezt a programot megcsinálni. Illetve nagyon sokan mondják, hogy ez a karcagi strand olyan helyszín, amiért már magába érdemes eljönni, és tudok több olyan vendégünket, akik a nyarat volt, hogy itt töltötték. Mert nem az egész nyarat, hanem a nyaralásban a pihenési ideiket itt töltötték el, mert annyira megtetszett nekik a helyszín, az igényes környezet, hogy úgy gondolták, hogy megéri a szabadságot erre a városra áldozni. Ez nyilván nekünk is öröm, mert visszük a város hírét. Meg hát eleve az, hogy nagyon sok mindenki azt hiszi, hogy ezt a rendezvényt, tehát a motoros találkozót, hogy azért kell megcsinálni, mert ebbe pénz van. Na most, mint minden rendezvényben tudjuk, hogy ez nem így működik, sajnos, vagy szerencsére nem tudom, és a rendezvények sorában van egy természetes kiválasztódás, ami azt jelenti, hogy aki csak a pénz miatt akarja megcsinálni, csinál egyet, kettőt, hármat, maximum négyet, de aztán befejezi, mert rájön, hogy ez nem erről szól, és egy idő után letisztul ez a dolog úgy, hogy csak azok a rendezvények maradnak meg, amiben tényleg benne van a szív és a lélek, és ezt a vendégek is érzik. Tavaly majdnem 1000 fő volt a látogatottság, most mi a titkos remény? Mennyire nem az, hogy számítanak, mert ugye gondolom ez is időjárás függő is, meg sok-sok körülménytől függ, de mit szeretne? Mivel lenne elégedett? Hát egy 5-600 fővel én már elégedett vagyok, ha több, annak örülünk természetesen. A visszajelzések jók, mert körülbelül egy ilyen hónapja, 5 hete körül voltam benne a kempingben, akkor már nem volt szállás, tehát az összes faház, az összes szoba minden le volt foglalva. Ez egy pozitív visszajelzés számunkra, illetve most a utóbbi egy-két hétben folyamatosan jönnek a telefonok, szerencsére a honlapon is már a fórum is elindult, és be vannak jelentkezve ilyenek, hogy Paksról, Tatabányáról, teszelt az országból, Tokajból, Szentesről, így van, illetve amit említettem, a szlovák és román barátaink, ők is Tornájáról, illetve Szatmár Németiből be vannak jelentkezve. Milyen programokkal, koncertekkel várják az idén az érdeklődőket? Egy picit részletesen nézzük át a menüt. Pénteken is és szombaton is lesz 4-4 koncert. Tehát hány órától kezdődik például? Hivatalosan pénteken 10 órától van kapunyítás. Nyilván, ha valaki odaér péntek reggel 9-kor, nem fogjuk azt mondani neki, hogy várni kell a kapuba egy óra hosszát, mert 10-kor van kapunyítás. De pénteken a szervezett program az este 7-kor kezdődik, addig csak strandolás, sávorverés, területtel ismerkedés, aki új beszálló, aki évek óta visszajár, ő neki nyilván hát ez már... örülnek, aztán beleugranak abban a medencébe, amiben szeretnek. Így van. És pénteken, tehát este 7-kor kezdődik a koncertsorozat, először a karcagi History zenekar lép föl, utánuk szintén a félig meddig karcagi érdekeltségű Sinful Passions zenekar, szerintem őket nem kell bemutatni. A péntek este a főzenekar a Cool Head Clan lesz, ők ilyen nemzeti érzelmekkel fűtött zenekar. Utánuk lép föl a Vándorok, ez ilyen régi magyar slágereket, tehát ilyen P-Mobile, P-Box, Dynamite, ilyen jellegű dalokat játszanak. Ők zárják a péntek estét, aztán szombat reggel elindul a programsorozat ezzel a látogatással, tehát amit említettem, hogy itt a város nevezetességeinél elkezdünk elindulni, így van.
aztán délelőtt 11 óra körül elkezdődik a játékok, tehát a ilyen sörös, vizes, evős, ivós erőversenyek, motorszépségverseny, ilyesmi. Délután 2-kor lesz a városban a felvonulás, az rendőri kísérettel mindig a szokott útvonalon megyünk körbe. Aztán felvonulás után folytatódnak a különböző munkásjátékok. Általában ez úgy van szervezve, hogy az ivós, tehát a sörös, az felvonulás utánra igen, kerüljön, hogy aki szeretne felvonulni is, meg sörivó verseny is részt venni, a kettő ne üsse egymást. És este szintén 7 órakor kezd az újabb koncertsorozat. Itt szombaton a Zorall fog föllépni, őket Karcagon nem kell bemutatni, mert azt hiszem már negyedjére vagy ötödjére fognak Karcagon föllépni. Utánuk jön a Bugs, az a Zorallnak az előzenekara, csak most a programszervezés miatt utózenekar lesz. Utánuk lép föl a Tiszafüredi Papa Blues Band, utánuk jön egy striptease táncosnő, aki a bájait megmutatja. Így van, és a szombat estét zárja a Rákén Rákicők, egy 60-i rock and roll zenekar, és gyakorlatilag vasárnap már annyi a szervezett program, hogy strandolni lehet, és akkor végülis az elvonulás van, illetve az idei évben lesz egy kis változás, mert szombaton reggel 9-től 12-ig vérvétel lesz kint a strandon, egy kis karitatív programot is próbáltunk beszervezni. Nyilván ennek értelme az, hogy a véradással is segítjük, nem csak a bulizás megy, hanem a szelíd motorosok elmélet. Ezeket a programokat, ez úgy látom, hogy egy nagyon színes programsorozat, tehát senki nem fog unatkozni. Ön állítja össze, ön szervezi, vannak segítői, hogyan valósul ez meg? Mert aki nem tudja, hogy milyen egy rendezvény megszervezni, az jó, hát lesznek koncertek. Tehát gyakorlatilag sokan nem tudják, hogy milyen munka áll egy ilyen rendezvény mögött. Ez is gyakorlatilag a sok év alatt alakult ki. Már most nagyon nem kell szervezni, mert lehet, hogy arcosan fog, vagy beképzelten hangozni egy picit, de már a sok év alatt annyi tapasztalatra sikerült szert tenni, hogy ez már csípőből jön. Eleinte nyilván komoly erőfeszítések voltak az, hogy eleve egy komolyabb zenekart el tudjunk hívni, de amikor már úgy jelentkezünk, hogy a 11. találkozóra kell, akkor látják, hogy van múlt, és szívesen bizadalommal jönnek. Segítők természetesen vannak, tehát ez az egyesületnek a dolga, és bonyolítást is, meg a szervezést is mondhatom, a stáb csinálja. Akinek nincs motorja, de mondjuk karcagi, berekfürdői, környékbeli, ő mehet-e? Jól fogja magát ott érezni? Természetesen, tehát ahogy az egyesületbe való felvételhez lényeges, hogy legyen motorja, a rendezvény látogatásához nem szükséges, tehát itt minden érdeklődőt várunk szeretettel. Aki jól akarja magát érezni ebben a környezetben, koncerteket nyilván bárki megnézheti, illetve hát, ha kedvet kap, és jövőre már motorral fog. Ezt akartam kérdezni, hogy hogyan látja a jövőt. Lesz 12. motoros találkozó? Igen, szerintem igen. Tehát akkor hamarosan ezt addig szeretnénk csinálni, amíg működik, mert ez egy jó dolog, szerintem. Sokan tudják, sokan nem tudják, hogy ön vagy önök még ezen kívül, a motoros találkozón kívül szoktak koncerteket is szervezni a városba. Erre az évre van-e még valami csemege, lehet-e tudni valami alakuló, szerveződő koncertről? Igen, még idén várható december 15-ére van leszervezve Karcagra a Kárpátia zenekar. Szerintem őket sem kell bemutatni senkinek. Illetve minden évben meg szoktuk rendezni a úgynevezett tavaszköszöntő koncertet. Hát ezen ugye már túl vagyunk. Sajnos az a rendezvény olyan válságba került, tehát abból idén volt a 10., tehát az egyel el van csúszva a motoros találkozóhoz képest. Nem igen, lesz 11. tavaszköszöntő koncert. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és szeptember 14-én, 15-én mindenkit szeretettel várnak a Városi Strandfürdőbe a 11. motoros találkozón. Jó szórakozást kívánunk, és ne idegeskedjenek, menni fog minden a maga útján. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.